kellemes dallamokkal kápráztatta el a jelenlévőket az a zongora, amely felújítás után került vissza otthonába, a székesfehérvári Herman László zeneművészeti szakgimnáziumba. Balogh Máté az iskola növendéke szólaltatta meg először a régi új hangszert, aki Csajkovszki Április hóvirág című művét adta elő, immár nem először és nem kevesebb sikerrel, mint az elmúlt hétvégén a Ferenczi György zongora versenyen, ahol első helyezést ért el, és a verseny után tudta meg, hogy hétközben ismét komoly feladat vár rá. Andi néni a hétvégén mondta el a verseny után, hogy előbb jöjjek, és én nem számítottam nagyon rá. Az értékes Bösendorfer márkájú zongorát azért kellett felújítani, mert az iskolában zajló igénybevétel során a hangszerek egész egyszerűen elhasználódnak. A Bösendorfer egyébként világelsőnek számít a zongoragyártásban, a bécsi cég immár 1828 óta gyártja az egyedülálló hangszereket. Azért ezek a nagy értékű és értékes zongorák, ezek sajnos ennek a felújítása egyelőre elmaradt, és hát most egy út kezdetén az első stációnak talán a befejezésénél járunk, azzal, hogy az első zongorát a Rotary Klub Székesfehérvár jobboltából felújítottuk, és úgy gondolom, hogy ezzel értéket mentettünk. A zongora a Rotary Klub Székesfehérvár anyagi támogatásának köszönhetően mintegy 1.180.000 forintból újulhatott meg. A szervezet egyik elsődleges célja az értékmentés. Én zeneiskolás voltam, igazgatóra nagyon régi a kapcsolatunk, és ő volt az, aki megkeresett Király István úr, hogy hát van egy csomó felújítandó zongora itt az épületben, van-e arra lehetősége, ereje, meg főleg szándék a Rotary Klubnak, hogy ebben részt vegyük? Megszépítettük a felületet, nem kellett újra csinálni. A zongora felújítását Müller György vállalta, aki a felújítás menetéről árult el kulisszatitkokat a jelenlévőknek. Apró alkatrészeire szedjük mind a hangszertestet, mind a mechanikát, klaviatúrát. Ez kb. Egy nap, nem több, és utána kezdődik az újjáépítés. A szakgimnázium életében jelentős szerepet játszik a zongora oktatás, a hangszerek gyakorlatilag mindennapos használatban vannak, ezért a karbantartásuk és felújításuk időről időre elengedhetetlenné válik.